Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft mod bemutató videóban. Ma a Biome Bundle nevű modot fogom nektek bemutatni, ami igazából egy Terrain Control nevű moddal készült, és hát ugye a neve arra utal, hogy tehát Biome Bundle, Biome csomag. Tehát valószínűleg új biomokat fogunk kapni a játékba, viszont ez egy kicsit másképp működik, mint az eddig megszokott modok, más kezdet is különleges ez. Úgyhogy először is némi technikai tudnivalóról fogok beszélni, és utána meg is nézzük, hogy mit tud ez a mod pontosan. Szóval, mint mondtam, egy Terrain Control nevű moddal készült, és nagyon érdekes tulajdonsága, hogy egyetlen egy új blokkot sem ad a játékhoz. Tehát a Vanilla Minecraft blokkjait használja ahhoz, hogy működjön, és így ad hozzá több mint 400 biomot a Minecrafthoz. Jól hallottátok, több mint 400 biomról van szó, ami nagyon durva, már csak így önmagában is, ráadásul úgy, hogy semmilyen új blokkot nem ad a játékhoz, úgy végképp hihetetlen. És hát ennek köszönhetően, hogy ugye nincsenek modolt blokkok, simán meg lehet azt tenni, hogy letöltitek a modot, legeneráljátok a világot, és utána kiveszitek a modot, és Vanilla Minecraftban folytatjátok a játékot, mert úgy is működni fog, mert ugye be tudja tölteni a blokkokat. Nem lesz olyan blokk, amihez szükséges lenne a mod később, mindössze a generáláshoz kell. És abból a szempontból is máshogy működik, hogy egy kicsit becsapja a játékot ez a mod. Mégpedig úgy, hogy a Minecraft azt hiszi, hogy a saját biomjait generálja le, de közben a mod generáltatja a saját biomjait. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes tulajdonság egyébként ennek a modnak. És nem csak az a durva érték ebben a modban, hogy több mint 400 biomot ad a játékhoz, hanem az is, hogy több mint 1700 egyedi tárgyat és épületet. A tárgyaknál gondolok például egyedi fákra, vagy hát nem is tudom mikre, majd meglátjátok egyébként a videó során. Az egyedi épületeknél pedig dungeonökre gondolok, ugyanis saját dungeonjei is vannak ennek a modnak, ami szintén nagyon király. És még mindig nem fogytunk ki ezekből a technikai dolgokból, ugyanis az érceg generálásán is változtatott ez a mod. Saját érc generálása van, ami azt jelenti, hogy mondjuk ebben a magasságban, ahol most vagyok, ami egyébként 64-es magasság, akár lapis lazurival is találkozhatok, ugyanis a mod lehetővé teszi, hogy itt is generáljon a játék ilyen érszet. Szóval, hogyha be van kapcsolva ez a mod, akkor ne lepődjetek meg, ha találkoztok a felszínen érszekkel. És a mob spawnoláson is változtatott a mod, ugyanis saját mod spawnolása van. Tehát például ezzel azt értem, hogy bizonyos biomokon találkoztatunk egyedi mob generálással, mob spawnolással, láthatjátok, hogy rengeteg malac, illetve csirke van ezen a biomon. Hát ezért van, mert egyedi a generálása, de egyébként még fogunk találkozni ilyen furcsa jelenségekkel. Viszont annyit érdemes tudni, hogyha, tehát ugye mondtam az előbb, hogy vanillában is működik a játék, hogyha egyszer legalább futtattátok a modot a világon, és sikerült legenerálnia azt. Vanillában azonban ez az egyedi mob spawnolás nem fog működni, tehát ott minden visszaáll az eredeti változatra. Illetve van még saját víz és biom színe is, tehát egyes helyeken, egyes biomokban megváltozik a víz színe, illetve új fűszínekkel találkozhatunk, vagy levél színekkel, lombkorona színekkel, amiket ideig még nem láthattunk. Viszont ez sem fog működni, hogyha lekapcsoljátok a modot, és újra Vanilla Minecraft-tal játszotok majd, úgyhogy ezekre azért érdemes figyelni, és véget is értek a technikai infók, úgyhogy szerintem vágjunk is bele abba a részébe, ami talán mindenkit ugye érdekel, mégpedig az, hogy milyen biomok kerültek be. Viszont még egy utolsó dolog eszembe jutott, mégpedig az, hogy más biom generáló modokkal nem fog működni ez a mod. Tehát én például gondoltam már arra, hogy milyen király lenne, ha a Biomes of Plenty nevű moddal összetudnám ezt hozni, viszont nem működik, tehát a kettő nem fog működni együtt egyszerre, úgyhogy erre figyelni kell, és szerintem akkor vágjunk is bele. Végig itt voltam egyébként egy ilyen baromi király kis biom közepén, láthatjátok, hogy itt már is megváltozott a generálás, ilyennel nem találkozhatunk a Vanilla Minecraftban, vannak itt ilyen homok, kupacok végül is. És ha megnézitek, akkor igazából normál biome nevet ír ki a játék, tehát még mindig azt hiszi, hogy ő generálja a saját biomjait, viszont a mod generálja azokat. Viszont menjünk is erre, mert itt is látok valami nagyon érdekes képződményt. Mégpedig ugye ez az alap kanyon, lehet, hogy ez igazából egyedi biome,
De nem hiszem, mert vannak benne ilyen fenyőfák például, amik ugye alapból nem generálnának, illetve ilyen hatalmas nagy sziklacsúcsok. Na, ilyenekkel se találkozhatunk ám. Úgyhogy ez is mutatja, hogy a mod aktív és működik. Úgyhogy ez baromi király, nagyon szép színes biomról van szó. Ezt aztán fel lehet fedezni, és láthatjátok, hogy például ilyen magasságban redstone-nal vagy vassal nemigen találkozhatunk. Tehát itt a redstone, ezt nem én raktam ide, ez most generálta a játék, és 105-ös magasságon vagyunk, tehát ezt nem én raktam ide, a játék generálta, és ez is mutatja, hogy tényleg működik ez a saját érzgenerálás, illetve ott van a lap is, amiről beszéltem, itt van, tehát ilyen magasságban alapból nem találkoznánk ilyen érzekkel, nézzétek meg, most látom, hogy mennyi érz van itt, nagyon durva. Na jó, menjünk is tovább. Egyébként nagyon tetszenek ezek a kis oázishoz hasonlító dolgok. Igazából nem mondanám oázisnak, de valahogy ahhoz hasonlít, mintha egy hatalmas színes sivatag közepén lenne egy ilyen kis oázis. Viszont menjünk is tovább, mert itt is egy nagyon gyönyörű bajom látható. Láthatjátok, hogy ilyen agyagfoltok vannak mindenhol. Nem is tudom, hogy ez milyen bajom. Egyébként szavanna bajom, de láthatjátok, hogy teljesen egyedi. És nagyon szép fák vannak itt, tehát tényleg zseniális. És itt vannak épületek. Na, nagyjából ilyen dungeonokról beszéltem. Mindjárt megnézzük. Láthatjátok, itt van az egyedi mobgenerálás, farkasokat rakott le, és meg is öltek pár bárányt, ha jól látom. Tehát ilyet se láthatunk alapból. Hát ez valami ősi törzsnek a területe lehet. Láthatjátok, mintha egy olyan oszlop lenne itt. Ott a távolban egy nagyon szép hegyvidékes terület van, mindjárt oda is megyünk, de akkor nézzük meg ezeket az épületeket. Láthatjátok, hogy tényleg itt vannak, és boszorkányok laknak itt. Úgyhogy erre azért vigyázni kell, viszont hogyha megölitek őket, akkor ugye alap loot generálás van a ládában, ami azért elég érdekes lehet. Lehet, hogy a loot table-z van érvényben, és itt van egy hatalmas kanyon, illetve egy kovács, ha jól látom. Na, nézzük még szét. Igazából semmi extra. Talán itt van megint egy lakóház. Most itt jövök be, mert ja igen, itt is be lehetett volna jönni. Megint itt némi lootot találhatunk. És igazából itt ennyit érdemes tudni erről a helyről. Még itt van egy lazurit blokk, ami szintén értékes lehet, illetve egy nagyon aranyos kis kutacska. Nagyon, tényleg nagyon aranyos. És még itt is van egy ház, szerintem ebbe se voltunk. Nem tudom, hogy be lehet-e menni valahogy. Ó, itt. Ó, és ez ilyen kis őrtorony? Mert nem is tudom, mi akar ez lenni. De itt is van némi loot, úgyhogy már csak ezért is érdemes ide fölmászni, bár mondjuk nem egy nagy feladat. És akkor menjünk is tovább erre a hegyvidékes területre. Igazából most csak céltalanul megyek, tehát nincs meghatározva, hogy merre haladok. És hú, hát ez aztán egy nagyon királyú, tényleg le a kalappal. Nagyon királyú néz ki ez a kis hegyvidékes terület. Egyébként már 138-as magasságban repülök. És ez tényleg egy hegyvidékes terület. Most nem tudom, miért akadtam be. Na, itt látok valami nagyon érdekeset, valamit nagyon generál. Lehet valami hatalmas dungeon lenne? Nem tudom, de most nagyon lement az FPS-em. Hűha. Na, talán most. Az igen! Ez nagyon durva. Ezt nézzétek. Le akar... De jó ég. Ez gyönyörű. Ez... Hát ilyet nem hiszem, hogy láthatunk az alap Minecraftban, tehát... wow! Na, itt lehetne igazán túlélőzni, mert itt, ez zseniális. És egyébként itt meg valamilyen kihalt bajon van, még nagyon tölti. Hűha. Nem tudom... Most miért akadtam be ennyire? Na, talán most megjavítottam. Szóval, hát most egy ilyen kihalt területre érkeztünk, egyébként ez... egy tundra. Tundra akarna lenni, és láthatjátok, itt vannak az, opa, itt vannak az egyedi generálású levélszínek, illetve biomszínek, tehát ilyennel találkozhatunk a Vanilla Minecraftban. És hát ez egy kihalt terület, viszont baromi jól néz ki. Vannak ilyen kis szikla, képződmények, nagyon szép. És ezt láthatjátok, hogy ha egy hatalmas területről beszélünk, akkor összhangban milyen jól néznek ki az alap Minecraft blokkjai. Egy új biomot alkotva. Tehát ez nagyon király. Na jó, szerintem egyébként menjünk is tovább, mert még biztos számtalan biommal találkozni fogunk. Például óriás fenyők is vannak a játékban mostantól. De szép! Ez nagyon jól néz ki.
És ha itt jól látom, akkor ilyen dzsungelbajomhoz hasonló fűszint használtak, viszont egy teljesen más bajomban, mégpedig egy ilyen uplands bajom, tehát egy ilyen végülis egy ilyen fenyves területen vagyunk, ami ugye nem megszokott azzal, hogy dzsungeles füvet használjon, de együtt nagyon jól néznek ki, meg itt van a podzol is, tényleg együtt nagyon jó összhangban vannak, itt van egy kis pocsolya is, nem tudom miért álltam itt meg. Na jó, ott pedig van agyag. Na hát ez is egy érdekes generálás, de mindenféleképpen hasznos, aki annak, aki agyagot akar szerezni. És itt vannak trópusi fák. Mit keresnek ezek itt? Ez egy dzsungel akar lenni, de csak egy nagyon pici dzsungel. Ja nem, itt kezdődik a dzsungel. Hát nem olyan kicsi. Wow. Ezt nézzétek, már megint 114-es magasságban vagyok, és itt van a dzsungel. Ez nagyon szép. De jó. És vannak ilyen kis barlangjáratok. Mindjárt benézzünk egybe. Hopp, nem így gondoltam. De jó, és itt ez pedig agyagból épült. Hát ez zseniális. Itt aztán lehet túlélőzni, mert ez annyi minden felfedezni valót ad a játékba, hogy az hihetetlen. Na jó, menjünk tovább. Igazából egyik bajomon se akarok túl sokat időzni, mert hogyha tetszik nektek ez a mod, akkor töltsétek le és fedezzétek fel ti magatok. Wow, kidőlt fák vannak itt. Ez nagyon király. Ez tök jól néz ki. Nyilván az alapgenerálás egy kicsit beszólt, tehát hogy mondjuk ezt nem hiszem, hogy szándékosan van benne a modban. Ilyen skyblock jellegű generálás, de akkor is nagyon király. Na nézzünk megint valami izgalmasabb biomot. Nem is tudom merre menjek. Ú, itt egy torony. Meg itt van valami pókhálós dungeon. Na nézzük meg akkor előbb ezt. Igen, itt pókokat fog generálni a játék, de ez is egy kicsit színes dolgot vissza a játékba, és ugye hirtelen leszpónolt egy csomó csirkét. Akkor itt van megint egy ilyen dungeon, és ott egy láda. Na nézzük, mit rakott bele a játék. Ó, nem rossz. Kezdő túlélőhöz nem rossz, hogyha most kezdünk el játszani. És itt ez a torony, na ez nagyon királyú néz ki. Biztos valami nagyszerű loot lesz. Itt egy csapda? Jaj, ne! TNT! Sikerült aktiválnom. Igen. Na hát akkor ezt is tudjátok most már, hogy azért vigyázni kell ezekkel. Hát itt igazából semmi extra nincsen, tehát a... Ja de! Épp vassül a kemencében. Viszont ládákat még nem találtam. Na itt van egy. Ó! Mert is van, itt főleg étel található egyébként, meg némi sín. Tök jó. Legfelül van valami? Aha, itt lesz a jutalom, egy kis arany, redstone. Nagyon király. Na hát akkor már ilyen tornyokkal is találkoztatunk, amikben még csapda is van. Még erre is gondoltak a készítők, itt megint van valami fura képződmény. Wow! Na mindjárt idejövünk, ez biztos. De még annyit elmondanék, hogy ez tényleg nagyon királyul néz ki, és megint egy kis felfedezni való dolgot ad a játékba. Úgyhogy ez félig meddig egy dungeon mod végül is, tehát hogy ez kettő az egyben. És ez nagyon durva, még indák is nőnek ezeken a fákon. Forest Conifer a neve is. Ez zseniálisan néz ki. De jó. Ezekben nincs valami egyébként, erre már kíváncsi voltam korábban is. Hogy valami láda a közepén. De úgy látszik nem, ez csak ilyen széntömbök, meg ilyen sziklaképződmények. De úristen, ez mintha ilyen óriások erdeibe sétálnék. Most lejövök ide, csak nézzétek meg, milyen jól néz már ki. Nagyon feelinges. Nagyon. Hát ez nagyon király. Ez az egyik kedvenc bajomom most a modban. Tök jó. És itt megint van valami nagyon színes bajom. Ez nem tudom mi akar lenni. Ez egy dzsungel. Egy teljesen egyedi generálású dzsungel. Nagyon éles zöld. Viszont itt megint podzol van. Ilyen, illetve egy ilyen kis folyó, vagy nem is tudom mi akar ez lenni. Nagyon ki van száradva. Ez zseniális. Nagyon király jól néz ki.
Na jó, menjünk tovább. Itt megint ilyen vizes területhez érkeztünk. És már menjünk is tovább egy szavannába. De még ez a fenyves bajom még mindig tart. Nagyon menő. Hát egyébként ezen is látszik, hogy nem egyedi generálású, tehát ilyen fákkal nem hiszem, hogy találkozhatunk alap Minecraftban. Nagyon bonyolult felépítésűek. Mint itt van egy ilyen dzsungel, amit az előbb láttunk, és itt egy hatalmas hegy, illetve egy ilyen hegyvidékes terület. Ó, itt megint vannak romok. Na, itt egy láda a tetején. Aha, ez normál loot generálást használ ez a mod. Hopper, vagy nem is hopper ez, hanem üst. Csak felülről tűnt annak. Hát igen, ez valamilyen ősi törzsnek lehetett a lakhelye. Hú, itt egy nyomulap. Hát ezt nem nézem meg, hogy... Aha, TNT, gondoltam. Van benne valami... Ja, csak egy TNT volt alatta. Azt hittem, ami láda is van benne. Na jó, menjünk még egy kicsit tovább. Merre menjünk? Menjünk erre, itt át a két hegy között. Még ez igazából nem is hegy. Ú, gyémánt! Az igen! Na ez tényleg bizonyítja, hogy egyedi érzgenerálása van. Tehát 89-es szinten gyémántot találni a Minecraftban alapgenerálással nem lehet. Nagyon király, úgyhogy már csak ezért is érdemes ide eljönni és feltornyozni magunkat, mert gyémánt ütheti a markunkat. És nagyon tetszik ez a hegyvidékes terület, mintha ez egy ilyen kis völgy lenne hegyekkel körülvéve. És lelógnak az indák a hegyekről. Ez nagyon király néz ki, mint valamilyen fantázia birodalomban, vagy nem tudom, hogy tudnám ezt legjobban leírni, legpontosabban leírni, de ez nagyon hangulatos, nagyon feelinges. Ott van megint egy kis vas. Nagyon jó. És itt véget ér hirtelen a hegygenerálás. Egy óceán kezdődik. De szerintem még menjünk tovább. Ott egy szakadék. Menjünk valami más bájomba most. Már kicsi sok volt ez a dzsungel. De szerintem még ez is az. Ez egy hatalmas dzsungel. Ott van valami nagyon érdekes bánya. Mondjuk ilyennel lehet, hogy még találkozhatunk a... Mondjuk idelent indákkal, hát Vanilla Minecraftban nem nagyon találkozunk, tehát ebbe is beleszólt egy kicsit a mod. De menjünk akkor tovább. Óriási fák vannak itt, ez nagyon király. Na menjünk is akkor tovább. Megint egy ilyen kis vizenyős területet látok, illetve még mindig itt a hegyek veszik körül ezt a területet, de ez zseniálisan néz ki. Nagyon feelinges még mindig. Na jó, ez egy hatalmas dzsungel, tehát hogy most már jó lenne azért kijutni innen. Hát megint egy olyan területen vagyunk, mint ahol kezdtem a videót is. Viszont nem látok még semmi érdekeset itt. Azon kívül, hogy mi mindig gyönyörű generálással találkozunk. De én valami dungeonre gondoltam. Hát most egy hatalmas óceán van előttünk. De ez már most megváltozik, mert itt megint generál valamit, és ott egy ház. Na nézzük, hogy ki lakik itt. Ott is vannak még házak. Jó, akkor itt körülnézünk. Amint abba hagyja a szaggatás, de most nagyon, megint nagyon elkezdett szaggatni. Na de talán majd most. Ó, itt nincs ajtó. Aha, ez egy egyszerű ház. Semmi extra. Na jó. Viszont még itt is láttam házakat. Így elszórva. Meg ilyen hatalmas sziklákat. Nagyon hangulatos. És ott is van valami piramis. Mindjárt azt is megnézzük. Ó, és itt van valami loot is. Ó. Megint egy ilyen kis vegyes generálás. Na én ezt néztem ki itt nagyon. Ez, vagy ez egy alap piramis? Nem, ennek fekete a díszítése. Ott egy skeleton. Ó! Ja, értem! Hogy mintha már itt járt volna egy másik felfedező, és felrobbant volna idelent. Ó! Ez mekkora troll! Azt nézzétek! Szépen itt beleugranánk, mert azt hinnénk, hogy felrobbant a TNT, már egy másik felező felrobbantotta, és nagyon cseles módon
lávát rakott ide. És nagyon értékes dolgok vannak a ládákban. Hát ez nagyon király. Ez nagyon tetszik. És itt is van egy láda. Eldugva. Ebben is vegyes loot van, illetve itt vannak ugye ezek a spawnerek, amik a skeletonokat idézik meg. Hát ez nagyon tetszett. És ott van rögtön még egy, ha jól látom. Ebbe is benézünk. Vagy ez, ja nem, ez csak fénybug, mert arra azt hittem, hogy fekete, de ez csak egy fénybug. Na jó. Akkor még talán egy kicsit körülnézünk, viszont nem akarom olyan hosszúra nyújtani ezt a videót, illetve nektek is szeretnék hagyni meglepetéseket, bár hogyha egy fél órás videót csinálnék, még akkor is maradna, mert ugye, mint mondtam, több mint 400 bajom van a modban, tehát lehetetlen mindent bemutatni. Megint itt vagyunk az óriás fenyőknél, viszont most már havasodik a terület. Mert kíváncsi vagyok, hogy itt a havas bajomoknál miket csináltak, már itt jégborítja, hó és jégborítja a hegyeket. Na, menjünk tovább. Nem tudom, merre menjek igazából. Az igen, na itt, itt vannak az óriás, kétszeresen óriás fenyők. De durva. Itt megint le kell szállnom, és meg kell ezt tapasztalni. Az, ez nagyon durva. Ez nagyon tetszik. Ez milyen bajom? Tájga. Ó, és itt van valami ősi templom, ami már most tetszik. Hát ez nagyon király, jól néz ki. Ez zseniális. Viszont akkor nézzünk is be a templomba. Most már lassabban megyek, lehet, hogy csapdák vannak itt. Nem. Néhány koponya. Illetve cobblestone. Egészen eddig. De hogyha mondjuk most bemegyek Game Mode 3-ba, akkor megnézhetjük, hogy van-e itt valami. Nem, ez csak egy ilyen kis mélyre nyúló templom. Tehát igazából nem is templom. Na jó, menjünk tovább. Még itt is láttam egyébként, hú, na itt viszont már van valami loot. Megint csak egy érdekes területen egyébként. Megint ugye vegyes generálású. Hát ez nagyon király. És ezek az óriás fenyőfák még mindig lenyűgöznek. Na jó, még egy kicsit menjünk. Itt megint vannak dungeonok. Ó, oh, lazurit. Na, ez jó lesz enchantoláshoz. Meg amúgy is értékes. Oké. Okay. Na, még egy kicsit haladjunk. Egyszerűen nem tudom abba hagyni. És itt valami mocsaras területhez érkeztünk, ami nagyon király jól néz ki. Itt megint sziklák vannak. Még több szikla. Meg agyag, ha jól látom. Ilyen égetett agyag van a földréteg alatt. És megint itt vagyunk egy ilyen fenyves területen. Illetve egy ilyen vizenyős területen, aminek nem tudom mi akar lenni. Ami nem tudom, hogy mi akar lenni pontosan. Mindenesetre nagyon jól néz ki. Itt megint más kinézetű fenyők vannak, ami megint csak valami változatosságot ad a játékhoz, és itt meg találtam egy házat, ami már romokban hever, lehet, hogy ez nem is ház, nem tudom mi akar ez lenni. Könyves polcok. Semmi extrát nem látok benne. Lehet, hogy már rég elköltöztek innen a lakók. Jó, hát ez itt semmi extra, egy kis nyírfa erdő. Egy dzsungel. Ilyeneket már láttunk, de attól még mindig nagyon királyak. Na, itt találtam megint valami érdekeset. Ez nem tudom mi akar lenni, ott megint van pressure plate, tehát az is egy csapda lesz, viszont ez valami más. Ez egy lépcső megy le. Ó, oh, hello! Egy skeleton spawner, illetve egy kis érték. Ez tök jó. Megint egy ilyen kis dungeon. Hát nyilván nem kell olyan nagy dungeonokra gondolni, mert azért mégis ez nem egy olyan komoly mod ebből a szempontból. Ugye itt megint csapda, és itt megint ennyi volt a dungeonokből. Menjünk megint tovább. Itt megint ilyen szertágazó fák vannak, amik nem is kevés, úgyhogy ez megint egy egyedi generálás. Ez nem tudom milyen bajom.
Nem screenshotot akartam nyomni. Forest Hills. Nem tudom miért az escape-et nyomom meg. Nézd már! Szóval, Forest Hill. Ez megint csak zseniális, tehát nem tudok más szót kimondani erre, csak azt, hogy zseniális, tehát ez tényleg nagyon feelinges. És itt nagyon jó kis felfedezős videókat tudnék elképzelni. Ó! És megtaláltuk volna azt a bájomot, amit kerestem végül is? Úgy látszik, igen. Ez kérlek szépen alapból egy forestnek tűnhet, legalábbis a játék azt írja ki. De igazából lebegő szigetekről van szó, ami nagyon királyul néz ki. Nagyon jó. Ezeket még ilyen szép hidakkal össze lehetne kötni. Tényleg nagyon vadregényesen néz neki ez a táj. Bár mondjuk már most is. Hopp, ott egy Enderman portált. Ez nagyon király. És itt megint egy hegyvidékes terület. Hát tényleg nagyon változatos generálást készítettek. Tök jó. Hát én nem tudok leállni, pedig most már abba kéne hagyni a videót. Na jó, még egy kicsit megyek kerül előre, hát ha találkozok valami eddig még nem látott dologgal. És akkor utána szerintem lassan véget ér a videó. De úgy látszik, hogy most egyenlőre csak olyanokat generál, amikkel már találkoztunk. Most megint beakadtam. Bár ilyen generálás mellett ez nem meglepő. Hát most ugye egy kis sivatag, amiben egy ilyen kis bozótos található. Megint ilyen vizenyős terület. Illetve egy mocsár, ami baromi jól néz ki. És ott vannak épületek, mert akkor ezeket megnézzük, de még azt akartam elmondani, hogy hatalmas fák vannak itt. Tehát, hogy ez tényleg ilyen mocsár feelinget ad meg. Cukornád mindenhol, gombák, virágok. Nagyon jól néz ki. Na akkor nézzük meg ezeket a romokat. Ez mintha egy temető lenne. Nagyon creepy. Egy hős nyugszik itt. Itt pedig Steve. Ó, oh, és ki lehet rabolni a sírt. Nézzük meg akkor itt a hős sírját. Ó, ez már egy dupla láda. Na itt rengeteg kincs van. Illetve itt is van egy sír. Amiben megint csak ilyen generálást láthatunk, loot generálást. Itt pedig valami nagyon durva történt a vízzel, mindjárt megnézzük, viszont itt megint van egy temető. Itt megint egy hős nyugszik, ott egy virág alatta. Nagyon király. Hát nem tudom mennyire király, de nagyon feelinges minden esetre. Na jó, ez micsoda itt? Dispenser és csontok vannak benne. Na itt mi történt a vízzel? Szerintem, hát nem tudom, hogy ez szándékos-e ez a generálás, viszont itt megint van valami furcsa építmény. Gyorsan megnézem, hogy ez alatt van-e valami kincs, de nem látok ládát, úgyhogy ez csak egy ilyen kis képződmény akar lenni, bár eléggé mesterségesnek tűnik, tehát igazából ezt nem mondhatjuk rá. Na jó, hát megint volt egy kis felfedezés, és itt pedig ilyen trópusi tengerpartot láthatunk, ilyen trópusi fákkal, hatalmas homokos tengerpartokkal. Nagyon király. Még itt a tenger alja is teljesen máshogy néz ki. Megint ez a vizes terület. Tök jó. Na jó, viszont szerintem akkor ennyi lett volna ez a mod bemutató videó. Hát igen, tehát ez egy új Biomes of Plenty nagyjából, viszont abból a szempontból még királyabb, hogy nincs szüksége új növényekre, új blokkokra, semmire. Tehát, hogy az alap Minecraft blokkjait kihasználja. Itt megint gyémánt van, egyébként most már megnézem, hogy itt mennyit találnék. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 gyémánt. Az igen. Az azért már nem kevés így egyszerre. Úgyhogy tényleg ennyi volna ez a mod bemutató. Hogyha szeretnétek esetleg a Biomes of Plentyről is egy mod bemutató videót, bár azt valószínűleg jóval többen ismeritek, mint ezt a modot,
De hogyha szeretnétek arról is egy bemutatót, akkor azt nyugodtan írjátok meg kommentben. És akkor majd arról is készíthetek egyet, mert abban is vannak nagyon király ötletek. És ott ugye egyedi blokkokkal is készült generálás, tehát ott is sok újdonság van. Viszont most még erről a modról beszélnék. Tehát ugye igazából ez is rengeteg új biomot ad a játékhoz az alap blokkokkal. Tehát itt meg lehet nézni, hogy ha egy nagyobb csoportosításban látjuk ezeket a blokkokat, akkor együtt nagyon szép dolgokat tudnak kihozni. Úgyhogy tényleg le a klapon a mod készítők előtt, és hogyha felkeltette ez a videó az érdeklődéseteket a mod letöltésével kapcsolatban, akkor kérlek jelezzétek ezt egy like-kal, illetve hogyha ki szeretnétek próbálni, akkor a leírásban találtok egy letöltési linket. Mindenféleképpen nézzétek majd meg, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, még egyszer remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és jól éreztétek magatokat, és találkozunk majd egy későbbi részben. Addig is, sziasztok!